Rangos felkészülési tornát zárt az Európa-bajnoki címvédő női junior kézilabda válogatott a siófoki Kis Szilárd sportcsarnokban. Az erős mezőnyben a dán és a norvég együttes mögött a románokat megelőzve csak a harmadik lett Golovin Vladimir együttese. A 2018. augusztusa óta első vereségeit elszenvedő, a jelenlegi szövetségi edzővel pedig mindedig hibátlan csapat ezúttal nem volt a toppon. A sikertrénert sem kápráztatták el a látottak. Nagyon nem tetszett, de amúgy az egész hét olyan fele másképpen alakult. Azt igen, hiányosak voltak, hiányzott azt meg ezt meg amaz, de most jelenleg a legjobbak itt voltak. Nem sikerült igazából azt, amit terveztünk, de én ritkán kritikus vagyok, de most itt csapatként nem nagyon muzsikáltunk. Azt inkább valahogy egyéni dolgok domináltak. Golovin a vereségek legfőbb okának azt tartja, hogy a lányok kicsit elkényelmesedtek a hosszú győzelmi sorozatban, de reméli, a mostani pofonok kijózanító hatásúak lesznek. Mint a jó lakott avadások voltunk, már minden elértünk, és akkor most itt, hát a munkás kezdő ezt sajnos az öltözőbe maradt, amikor nem megy, ezt tényleg nagyon sokat kell melózni. Nem tudom, minek köszönhető, a világversenyeken is voltak olyan szituációk, amikor egy kicsit nem működött ez vagy azt, de mindig valahogy tudtunk újulni itt, meg folyamatosan, ha valami jó sikerült, akkor már jönnek olyan hülyeségek. Hát a mai meccs, jó, tegnapi, ott egy kicsit gyenge kapus teljesítménye, de ma 21 eladott meg technikai, meg 7 zicser, az 30 hiba. Ez olyan, nem is tudom, nem a norvég válogatott ellen, szerintem valami Egyiptom ellen se lehet nyerni. Ha koncentráltabbak leszünk, az jobb lesz volna, de sajnos nem úgy sült a dolog, ahogyan szerettük volna. Sok hiányzónk volt, de ugye erre ezt nem foghatjuk, meg most már elkezdődött a szezon, azért mindenki NBA-be játszik szinte, azért az is egy plusz teher, és jobban fáradnak a játékosok. Most ez így sikerült, én azt mondom, hogy inkább most kapjunk ki, mint világbajnokságon. A válogatottban hosszú idő után újra vezéregyéniség volt Pál Tamara. Így ha a végeredménynek nem is, a saját teljesítményének azért tudott örülni az MTK Budapest irányítója. Jól esett természetesen, mert azért az MTK-nál dolgozok közösen a Bobával, és szerintem meglátta az bennem, ami hiányzott akkor a nyáron. Remélem kapok még több lehetőséget, és remélem én is tudni fogok vele. A szövetségi edző kitért az újoncok produkciójára is. Velük nem volt elégedetlen, és úgy véli, számíthat rájuk a jövőben is. Örülök neki, azért mutattak, hogy mit tudnak. Biztos, hogy nekik ez az első olyan, hát nem világverseny, de nemzetközi torna. Biztos, hogy egy kicsit visszafogottak voltak, de tetszettek a zombikat, szerintem kiváló, ugyanúgy az Utasi Linda. Az egyik debütáló játékos Utasi Linda volt. Az Albafehérvár átlövője minden pillanatát megpróbálta kihasználni a pályán töltött idejének. Én nagyon önkritikus vagyok, szóval sose vagyok magammal megelégedve, de azért úgy vagyok vele, hogy hát amit tudtam, azt kihoztam magamból, nyilván voltak benne hibák, ezt nem foghatom arra, hogy izgultam, de azért izgultam is. Elég fura érzések voltak bennem, kicsit izgultam is, de nagyon örültem neki, hogy végre behívtak a válogatottba, mert azért dolgoztam, azért dolgozok otthon. Rettenetesen jó érzés volt az, hogy rajtam van a nemzeti mez, és egyszerűen az az atmoszféra, ami itt volt a csarnokban, egyszerűen fantasztikus volt. A csapat megtapasztalhatta, hogy a riválisok sokat fejlődtek a júliusi Európa-bajnokság óta. Ugyanakkor nem is kétséges, a magyar válogatott többet tud a siófokon mutatottnál. A főszereplők ígérik, ezt legkésőbb a nyáron be is bizonyítják. A románok ellen készültünk meg a nyári tornába, javultak. Dán válogatott, ott hollandok ellen kiesett, szerintem nekik négybe kellett volna lennie, de mindegy, világverseny az olyan, túl izgultak, most stabilak voltak, erősebbek. Saját magukról kell gondolkozni inkább. Sokat többet tudunk, mint most mutattunk ezt a tornán. Meg kell találni, hogy mi a hiba. A hibát kell majd javítani itt a következő hónapokban, azért meg messze azt a világverseny.
Reméljük, hogy nagyon erősek leszünk tényleg, mert szezon végére tényleg mindenki elmondhatja, hogy egy nagyon erős bajnokságban játszhatott, és reméljük ez majd megmutatkozik a világbajnokságon is, és remélem, hogy nem az első hely az kitűzött cél, elsőnek a legjobb négy, és onnantól majd tovább.